Ezúttal nem labdapattogástól volt hangos a Continental Arena, hanem légfegyverek halkropogása töltötte meg a nyíregyházi sportcsarnokot. Sportlövők vették birtokba az arénát, amely ezúttal a Hungarian Open 10 méteres nemzetközi sportlövészversenynek adott otthont. Amióta a sportlövészettel foglalkozunk itt Nyíregyházan, aminek ugye most már lassan egy évszázados hagyománya van, mindig nagyon aktívan részt vettünk a sportba. Ez 3 évvel ezelőtt kezdődött az, amikor egy országos diákolimpia döntőt rendeztünk, majd a tavalyi évben egy tűzfegyveres országos bajnokságot, ahol szintén a válogatottak eljöttek hozzánk, ellátogattak, és idén úgy döntöttünk, és szerettünk volna egy nagyobb volumenű versenyt rendezni, ezért nem csak a Hungarian Open-t, hanem az elődjét, az előnapját, a serdülő országos bajnokságot is szerettük volna szép környezetben megvalósítani. Pénteken a serdülők versenyét tartották, akik számára a megmérettetés egyfajta felkészítés volt a nagyobb versenyekre. Szombatén és vasárnap már az élmezőny közel 300 sportlövő állt a lővonalhoz, reggeltől estig mentek a sorozatok az arénában. 14 országból vesznek részt a versenyzők, két különlegessége is van a dolognak, általában a jó ismerősök vagy a szomszédok jönnek, de az bennünket is meglepett, hogy az indonéz csapat is képviselteti magát, az egy meglepetés volt, tehát tengeren túlról is érkeztek, az meg különösen, hogy a másik oldalon meg Gibraltár kitűnő lövői is megjelentek, bár látom már fociba ügyeskednek, de ez meglepett minket, hogy ők is jönnek, örömmel fogadtuk természetesen őket. A versenyen a legjobb magyar sportlövők is képviseltették magukat, hiszen számukra kiváló erőpróbát is jelentett a megmérettetés a jövő februári győri sportlövész Európa bajnokság előtt. Az év két legjobb sportlövője, a Fényi István és a Major Veronika is, és a válogatottnak szinte a döntő része 2-3 versenyzőt kivéve mindenki itt van és indul ezen a versenyen. Rajtuk kívül, illetve a külföldi vendégeink kívül még maradt egy pici szabad kapacitás, és arra viszont az egyesületek direktbe tudták nevezni a versenyzőiket. Szombaton a 60 lövéses junior fiú kategóriában az Európa bajnok ezüstérmes Pekler Zalán állhatott a dobogó legmagasabb fokára. 10 méteres légpuska kategóriában a friss világkupa győztes Péni István mindent vitt, szombaton az alapversenyben, vasárnap pedig a férfi puskások összevont kategóriájának döntőjében is az élen végzett. Légpisztolyban Antal Balázs, a nőknél légpuskában Gáspár Lalita, légpisztolyban pedig az ukrán Halina Avramenko nyerte a küzdelmeket. Nyíregyházi színekben szombaton a junior pisztolyosoknál a válogatott Agárdi Vilmos az 5. helyen végzett. A vasárnapi versenynek nyíregyházi döntőse már nem volt. Egy nem hivatalos magyar rekord kísérletben is kipróbálhatta magát bárki. Az aréna küzdőtér előtti aulájában egy biztonságos lézerfegyvert helyeztek ki. Ha 5 próbálkozásból sikerült 10-es lőnie valakinek, azzal hozzájárulhatott az 1000 darab belső 10-es a győri Európa-bajnokságért mottójú rekordkísérlet sikeréhez.